Az Oroszországgal szembeni uniós szankciókkal lábon lőttük magunkat, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök egyetért Robert Ficóval abban, hogy a nyugat által szorgalmazott szankció politikája többet árt nekünk, mint az oroszoknak. Hozzátette, keresi a partnereket ahhoz, hogy változtasson az Európai Unió ezen politikáján. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a GDP 3,9%-os növekedésének az az egyszerű magyarázata, hogy a magyar emberek dolgozni akarnak. És amíg dolgozni akarnak, az eredmények is jönni fognak, jelentette ki. Krekó Péter a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hát a pénteki miniszterelnöki beszédek mindig adnak lehetőséget arra, hogy egy-egy témát jól átbeszéljünk, legyen az gazdasági, legyen az társadalmi, legyen az európai politikai kérdés. Ez most talán minden is egy mondatba bele zsúfolva, amikor is a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az Oroszországgal szembeni gazdasági szankció politikája ellentétes a magyar nemzeti érdekkel, olyan, mintha lábon lőttük vagy volna magunkat, és hogy keresi a partnereket ahhoz, hogy ezen változtasson. Hol találhat ehhez partnereket, mit gondol, hogy ezen valakik valamilyen fórumon aztán kimondják, hogy változtatni kell? Kelet-Közép-Európában találhat ehhez partnereket. Ficon kívül? Ficon kívül Milos Zeman cseh elnök például nagyon hasonló gondolatokat fogalmazott meg, de azért azt látni kell, hogy ezek az országok nem egységesen ellenzik az Oroszország elleni szankciókat. Például Szlovákiában az új elnök a szankciók pártján áll, és mondjuk Csehországban is az ellenzék jelentős része, azért Csehországban nem nehéz Oroszországgal szemben kritikus véleményeket találni, tehát az ellenzék jelentős része inkább a szankciók híve, és hát azért Magyarországon sem mondhatjuk, hogy ezt a nyilatkozatot tökéletes konszenzusra beszélni. Már csak azért sem, mert pár évvel ezelőtt azt hiszem, hogy Orbán Viktor még teljesen mást mondott volna ebben a kérdésben, tehát amikor 2007-ben arról beszélt még, hogy Putyin pincsi kutyáival van tele Európa, és az ellen fel kell lépni, akkor valószínűleg mondjuk egy ilyen szankcióra sem ilyen választ adott volna. Az Unió többi országában a felsoroltakat most nem számítva, akikkel mondjuk akár összefoghatunk, és egy ilyen tárgyú kijelentés, az mit gondol, milyen visszhangot kelt? Mert ugye, és arra gondoltam, induljunk ki abból, hogy Oroszország miért is kapta ezeket a szankciókat? Tehát ne feledkezzünk el a maláj gép lelövéséről, mert hogy az nem ide tartozó, hanem de. A maláj gép lelövéséről, majdnem 300 ártatlan ember haláláról. Tehát erről ezt nem hagyhatjuk ki a történetből. És azt hagyhatjuk ki a történetből, ami tegnap történt. Egy állítólagos humanitárius segélykonvoj indult meg Kelet-Ukrajna felé, amit kísért egy hadoszlop, ami nem volt egy hivatalos, az orosz hadseregnek a hivatalos hadoszlopa, de ennek a tankjai behatoltak ukrán területre. Állítólag az ukrán hadsereg már ki is lőtte ezek egy részét, de hát ez teljesen nyílt megsértése Ukrajna szuverenitásának, amit a magyar kormány elvileg nyilatkozatokban tiszteletben tart, de valahogy mintha nem lenne nagyon szeme, hogy lássa azokat az egyértelmű jeleket, amelyek arra utalnak, hogy ezeket megsérti Oroszország. És amit itt látni kell, hogy azt hiszem a litván külügyminiszternek a válasza az meglehetősen kifejező volt, aki azt mondta, hogy inkább lábon lőjük most magunkat, mint hogy holnap fejbe lőjenek minket. Tehát azért Oroszország nem csak Ukrajnát, hanem azért az egész Európai Uniót destabilizálni próbálja. Oroszország nem érdekelt egy erős Európai Unióban, és ezt kétféle módon teszi, orosz barát kormányok segítségével az Európai Unión belül, másrésztről pedig szélsőséges erők támogatásával baloldalon és jobboldalon. Többes számít még megállja a helyét? Hogy orosz barát kormányok, igen, az Unió belül. Igen, azt nem mondhatjuk egyértelműen, hogy Orbán Viktor lenne az egyetlen, inkább orosz barát politikus Európában, például Robert Fico, például azért a bolgár politikai elitnek a jelentős része, és hát Kelet-Európában azért mondjuk a nem volt orosz tagországok között azért sok orosz barát szereplőt találunk, de hát ugyanúgy nyugaton is azért azt is látni kell, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Nagy-Britanniában is több olyan politikus van, akiket valamiféle érdek köt azért Oroszországhoz. Ennek ellenére látni kell, hogy mégiscsak meghozta a döntést az Európai Unió ezekről a szankciókról, többek között Németország vezényletével. Németországnál többet azt
azt hiszem, hogy nem egy ország sem szenved ezektől a szankcióktól, és mégis támogatja ezeket. Azt hiszem, hogy vannak olyan kérdések, amikben nem csak és kizárólag a rövid távú gazdasági érdekeket kell nézni, hanem közép-hosszú távú gazdasági diplomáciai érdekeket is, és az elveket. Azt, hogy az Európai Unió nem támogathatja azt, hogy Oroszország teljesen nyíltan és egyébként a nyugat ellenében megsérti egy országnak a szuverenitását, destabilizálja és katonai támogatást nyújt azoknak, akik ott a helyzet eszkalálódásában érdekeltek. Azt nem tudom, és nem is fogom megtudni, hogy a miniszterelnök átgondolta utólag a szavait, vagy akár a tanácsadói, akár előre, akár utólag, de hogy egy oly mértékű ellentmondás van nagyon-nagyon rövid időn belül az által elmondottakban, hogy az azért már mindenképpen szót érdemel. Tehát miközben mondtam a maláigépet, tehát az oroszországi szankciók nem véletlenül születtek az Európai Unióban, itt majdnem 300 ártatlan ember haláláról beszélünk. Tehát miközben ezt így kifelejti a miniszterelnök, és csak a gazdasági érdekeket említi, ami a gazdasági érdekeink sérülhetnek egy ilyen szankció életbe léptetésével, ez nyilvánvaló. Pár perccel később pedig az iraki keresztények üldözésén ellen szólítja fel az Uniót, hogy valamit lépni kell, és úgy fogalmaz, hogy Európa nehezen tud mit kezdeni, mivel jelentős mértékben elvallástalanodott, és az európai vezetők nem mondják ki, hogy nekünk a saját fajtánkat, a keresztényeket egy vallásüldözéses korszakban meg kell védenünk. Minden ember életet meg kell védeni, hogy most azért lelte halálát, mert tévedésből egy olyan gépen ült, amit összetévesztettek egy katonai géppel, vagy azért lelte halálát, mert ő keresztény, nincs különbség, mind a két embert megölték, és az ölés, a gyilkolás a bűn, nem az indok, nem? Ez nagyon fontos mondat, de az is fontos egyébként, hogy ha a maláli gépnek az utasait nézzük, és a miniszterelnök imént elmondott logikáját alkalmazzuk, hát azért a maláli gépen többségében hollandok ültek, keresztények. Tehát, hogyha már ezt vallási dimenzióra vetítjük az ember életek számát, akkor azért ott is ez egy komoly problémát. Igen, jelent, csak valóban... hát miről beszélünk? Tehát nem az a... Az ember ölés az, ami tiltott, ami bűn. Tehát nem azért, mert keresztény, nem azért, mert holland, nem azért, mert egy maláj gépen, nem azért, mert arra repült a gépe, hanem mert megölték. Az ölés, maga a gyilkolás a bűn. Tehát a gyilkolás ellen fel lehet lépni, de nem azért, mert valaki keresztényként halt meg ártatlanul, hanem mert meghalt, mert meggyilkolták. Tehát, hogy minden gyilkolás bűn, nem csak a keresztények gyilkolása, hanem a szerencsétlen holland utasé és mindenkié. Ez igaz, és valóban nem is szerencsés megfogalmazás nagyon az, hogy a saját fajtánkat, a keresztényeket. Más oldalról én azt bizonyos szempontból érthetőnek vélem, hogy egy konzervatív, értékrendű politikus Európában a keresztény üldözést, mondjuk Irakban, azt egy súlyos vagy kiemelt problémaként kezeli, ezzel nincsen is semmi gond. Mert egyébként az, és az Európai Unió el is ítélte elég keményen. Az Európai Unió azt hiszem, hogy mondjuk Irakkal szemben nincs abban a helyzetben, vagy az iszlám állam terrorista képviselőivel szemben, hogy szankciókat vezessen be, de azt gondolom egyébként, hogyha mondjuk a NATO-ban fel fog vetődni annak a kérdése, hogy esetleg, nem tudom, valami beavatkozásra kerüljön sor, akkor sok EU tagállam ezt támogatni fogja. Tehát én nem látom nagyon azt az érdektelenséget, amit a miniszterelnök itt vizionált, hogy azért, mert vallástalan lenne Európa, ezért azért ne érdekelné őket ez a probléma. Ezt én nem nagyon látom. A mai beszéddel kapcsolatban az ellenzéki pártok, egész pontosan az Együtt PM nyilatkozta azt egy közleményben, hogy ismét az illiberális állam mellett tett tanúbizonyságot a miniszterelnök, akár az orosz szankciók nehezményezése miatt, az európai politika kritikája miatt, akár amit a magyar gazdasági növekedéssel kapcsolatban mondott, a magyar munkahelyek és munkahelyteremtéssel kapcsolatban mondott, és hogy az illiberális politikával kapcsolatban jutott eszembe, illetve nem csak arról, hanem hogy átkötésként akkor itt tudunk átevezni egy tanulmányra, egy friss tanulmányra, ami ezzel is foglalkozik. És érdekes módon egy amerikai jogvédő szervezet írta ezt a Nem vagyunk nácik, de című elég talányos tanulmányt, vagy című tanulmányt, egy Görögország Magyarországgal foglalkozik, és legfőképpen a szélső jobb oldallal, de hogyha az ember végigolvassa, akkor azt látja, hogy itt
miközben kiindulnak mondjuk a Jobbikból, de nagyon rövid időn belül a kormánypolitikáról szól ez a tanulmány. Itt már nincs határ? A tanulmány sem említi azt, hogy nincsen határ, viszont azt hiszem, hogy egy érvényes megállapítás, hogy mindkét országban, és ebből a szempontból valóban összetartozó Görögország és Magyarország, vagy együtt kezelhető, mind a két országban az figyelhető meg, hogy a mainstream politikára, akár a kormányzati szereplők cselekvésére a szélső jobb oldal politikájának nagyon komoly szerepe van. És vannak olyan kérdések, amikben már egyre nehezebb meghúzni a határt. Mondjuk az euroszkeptikus retorika, amit manapság a magyar kormány alkalmaz, és az a nacionalista retorika, az összeesküvés elméleti retorika, az korábban sokkal inkább csak a Jobbikra volt jellemző. Vagy mondhatnánk a keleti nyitást is, ami olyan markánsan, mint ahogy most megjelenik a diplomácia szintjén, látjuk ezt a személycserékbe, látjuk ezt a nyilatkozatokba, mindenbe, ez korábban a Jobbikra volt jellemző. Ha Görögországról beszélünk, akkor mondjuk látható volt az elmúlt években, hogy a bevándorlás ellenes retorika az milyen szinten elúralta az egész politikai elitet. Alapvetően az aranyhajnaltól indult ki, de utána tova terjedt. Tehát szerintem, és alapvetően a tanulmány azt állítja, hogy nincsenek a kormányok olyan helyzetben, vagy nem látják azt érdeküknek, hogy megfékezzék minden téren a szélső jobb oldal előretörését, sőt egyes esetekben akár ideológiai szempontból eszközként használják. Igen, tehát innen indul ki a tanulmány, valóban, itt még a political capital elemzését is említik, amikor az orosz pártiságot, például a szélső jobboldali pártoknak az orosz pártiságát elemzi a tanulmány, de hogy mindkét országban jelentős hatást gyakorol a szélső jobb a kormány politikájára, gyengítve az unióban a liberális demokráciába vetett bizalmat, itt a Jobbik programjának a megvalósítása, meg a Tusnád fürdő ugye kerül szóba, tehát hogy itt már azt éreztem, hogy kezd kikopni a tanulmányból a Jobbik, és sokkal inkább ilyen általános, hát különösen az ajánlásoknál, tehát általánosságban már, és egyszer csak konkrétan a kormánypolitikáról szól ez a kritika. Azt gondolom, hogyha megnézzük az amerikai sajtónak az elmúlt hetekben publikált cikkeit, meglepő módon Amerikát, mintha jobban érdekelne a Tusnád fürdői beszélés a magyar események, mint az Európai Uniót egyébként. Igen. De ha megnézzük ezeket a cikkeket, hát egyre inkább azt látjuk, hogy mintha az amerikai véleményformálók azt látnak, és ezt is szokták mondani, hogy nem Jobbik probléma van Magyarországon, hanem Fidesz probléma, abból a szempontból, hogy mondjuk a Tusnád fürdői beszéd az egy nyílt programmatikus meghirdetése volt, valamiféle tekintélyelvű berendezkedés felé való elmozdulásnak. Azt hiszem, hogy ez nem értelmezhető másképpen, és aki megpróbálja ezt másképpen értelmezni, az a nagyon evidens tényeket tagadja el. Tehát amikor Oroszország, Törökország mintaként szerepel, akkor ezt nem lehet máshogy értelmezni, mint hogy itt azért a demokrácia annak a liberális formájában, hát legalábbis meggyengülésre kerül, és szerintem ez az illiberális demokrácia, mint kifejezés, ez hasznos lehet, és mondjuk ha Törökországra, Oroszországra gondolunk, akkor tudjuk is, hogy mire vonatkozik, de azért az fontos látni, hogy olyan, hogy illiberális demokrácia valójában nem létezik. Tehát hát demokrácia, a két kifejezés ilyen ellen. Igen, ez egy oximoron, de demokrácia nem létezhet úgy, hogyha az alapvető szabadságjogok nincsenek biztosítva, az emberi jogok, a politikai szabadságjogok, stb. És ebből a szempontból azok a kritikák, amelyek arra vonatkoznak, Amerikából megfogalmazva, hogy itt azért a klasszikus, a rendszerváltás értékeit elárulja a kormány, és valamiféle, és a demokratikus intézményrendszert meggyengíti, hát ezeknek az igazolását éppen a miniszterelnök beszéde adja. Ahogy mondtam, javaslatokat is megfogalmaznak, nem csak Magyarországnak, tehát a vizsgált országoknak, néhány Magyarország specifikus javaslat, az például a civil szervezetek megerősítésében is látja az egyik kitörési vagy változtatási lehetőséget. Na de hát valószínű, ők is olvasták, látták, ha Tusnád fürdői beszédet elemezték, hogy a civil szervezetek azok nálunk, egyes civil szervezetek egészen biztos valamiféle külföldi ügynökök. Tehát, hogy nem tudom az ajánlásból aztán, hogy lehet ezt megvalósítani, hogyha őket mondjuk valaki el akarja lehetetleníteni inkább, mint külföldi ügynököt, akkor hogy lehetne őket inkább előtérbe tolni?
Hát a tanulmány, ami egyébként sok szempontból szerintem megfontolandó javaslatokat fogalmaz meg, de hát ebben az esetben azt mondja a magyar kormánynak, hogy abba kell hagyni a civil szervezetek üldözését, külföldi ügynöknek való bélyegzését, és a KEHI ellenőrzési jogköre ez csak a magyar kormány által adott forrásokra terjedjen ki, mondjuk a norvég alap által adott forrásokra egyáltalán nem. De hát élek a gyanúperrel, hogy ez a javaslat, hogyha elolvassák a kormányzati szereplők, nem fognak rögtön a telefonhoz nyúlni és leállítani az egész folyamatot, ami hónapokon keresztül dolgoznak. Sajátos módon ezen a ponton például tökéletesen tetten érhető az orosz párhuzam. Oroszországban figyelhettük meg azt, a folyamatot, ahogy az ottani agytrösztöket és civil szervezeteket ellehetetlenítették, és ennek alapvetően két eleme van, és ez párhuzamosan zajlott ott is, és nálunk is így kezdődött el. Az egyik a külföldi ügynöknek való bélyegzés, másik pedig a pénzügyi forrásoktól való megfosztás. A Oroszországban, hogyha egy civil szervezet kiáll a nyilvánosság elé, mondjuk a televízióban megszólalnak a Transparency International-nek a helyi képviselői, akkor a televíziónak köteles közölni a nevük mellett azt, hogy ők külföldi ügynökök. Tehát, hogy ez egy olyan stigma... De ez amit... azt is ügynök? Igen, ezt a... külföldi ügynök. És hogy ez olyan stigma, amit folyamatosan hordaniuk kell. Mi még nem tartunk itt, reméljük, hogy nem is fogunk. Ne legyünk ebben nagyon pesszimisták, de az biztos, hogy a kezdeti lépések a civil szektor ellen, hát azok nem sok bizakodásra adnak okot. Hát, hogyha az ajánlásokat tovább nézzük, a gyűlöletbeszéd elítélése, az áldozatok támogatása, alaptörvénymódosítása, médiatörvénymódosítása, hát csupa-csupa olyan javaslat, amit mondjuk az elmúlt több mint 4 évben, ha más nem, akkor a hazai ellenzéki pártok is folyamatosan követeltek, de nagy nemzetközi szervezetek is folyamatosan követeltek, és nagy nemzetközi hírű lapok is folyamatosan az írásaikban. Úgyhogy nem tudom, hogy ez ki fogja majd és mennyire megszívlelni a magyar kormányból. Hát annyi... Lásd a... Bocsánat, igen? Csak annyit érdemes itt elmondani, hogy nagyon sokszor elhangzott az utóbbi napokban jobboldali politikusoktól és jobboldali elemzőktől, hogy itt valójában nemzetközi anyagi érdekek sérültek, és ezért ez a sok amerikai kritika. Hát nézzük meg, hogy az amerikai befektetések mennyire sérültek itt az elmúlt időszakban, semennyire. Nézzük meg azt, hogy Amerika... A svéd befektetések sérültek? Mert ugye ez is a... Én azt hiszem, hogy ez sem lehet ezzel magyarázni. De a svéd kormány EU ügyekért felelős miniszterek kritizálta a kormány, nagyon... ő is kapott igen, a fejére. Pontosan. Amerika nagyon fontos dolgokat megkap a magyar kormánytól, például a nemzetközi misszióihoz való támogatást. Ezek tükrében szerintem nem mondható azt, hogy ez semmi másról nem szól, mint a nyers materiális, meg politikai érdekekről. Azt hiszem, hogy Magyarország most valóban olyan úton van, ami, hát de ezt a miniszterelnök maga is elmondta, frontálisan szembe megy a nyugati demokratikus liberális modellel. Ezek után szerintem nem lehet azon csodálkozni, hogy egyre inkább megsűrűsödnek a kritikák. Hát a válaszokon se nagyon csodálkozunk, mert a válaszok is eléggé egy kaptafára készülnek. A magyar népet megint megtámadták, Orbán Viktor pedig jól megvédi a magyar népet. Holott ezek a kritikák egyetlen egyszer sem kritizálták a magyar népet. Ez mindig a magyar kormányt érintette. Tehát a kommunikáció az nagy dolog, és nagy úr, a szavak hatalma az nagy. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.